már apa nyilván nem vette le róla a védőborítót, és már szétcseszte. Sziasztok, Matilda vagyok, és ez egy, nem tudom, unboxing per book videó lesz. Bár mentségemre legyen, nem csak az én könyveim vannak ebben a dobozban. Szóval az úgy volt, hogy apa elolvast ezt a könyvet, Richard Hartmann-tól a Szerafinát, és én ugye mondtam neki, hogy ez egy duológia, tehát ennek van egy második része, de az nekem nincs meg, mert még nem olvastam az elsőt, addig nem veszem meg a másodikat. Hát ő rákeresett, és olyan fönn volt, hogy antikváriumon 1500 forintért lehet kapni a második részt, úgyhogy ez egészen véletlenül repült a kosárba, és ennek az lett a következménye, hogy körbenéztünk antikváriumon, és ez a csomagunk jött. Szóval ebbe van nekem könyv, Emmának könyv, meg Emma párjának könyv. Hát a Szerafina második része az az enyém lesz, mert hogy az enyém az első is, tehát így gyakorlatilag apának nem volt benne könyve, de nézőpont kérdése. Szóval nézzük, hogy mit rejt ez a csomag, az összes könyvet meg fogom mutogatni, ami benne van. Akkor az első, ami annyira nyilván nem spoiler, jaj. Szóval ez ugye az Ánypikke, ami a Szerafinának a második része. Egyébként azt hiszem mindegyik könyv, amit rendeltünk, az ilyen nagyon olcsó volt, és új állapotú. Tehát antikváriumos, de hogy új. Új könyv volt, csak ezt már apa nyilván nem vette le róla a védőborítót, és már szétcseszte. Nem tudja, hogy a védőborítót nem szokás rajta hagyni a könyvön olvasáshoz. Nem mindegy. De hogy amúgy egy nagyon szép kis állapotú könyv, úgyhogy most már mind a két része a duológiának, és apa már olvassa, mint látható. Nem tudom, hogy fogom felrakni a polcra. Aztán van itt egy M. Hrabowski Júliától az Ami elmúlt. Ez lenne a címe? Ez így lenne? Igen. Visszaemlékezések életemből. Márai Sándornak lenne a testvére. Mindegy, ezt Emma vette. Ez egy ilyen életrajzszerűség, ha jól gondolom. Szintén ez is egy új könyv volt. Ilyen nyárvégi akció, vagy ilyesmi volt most az antikváron. Sose rendeltem antikváriumról, de miután nagyon jó deal volt ez a csomag, most már fogok szerintem többet. A következő az az én garázdálkodásom, mert akkor megláttam az árát, nem tudtam azt mondani, hogy nem. Neil Patrick Harrisnek a gyerekkönyv sorozata tök régóta a radaromon van, csak így sose jutottam el oda hozzá. És most megtaláltam antikváriumon két részt is, az első két részt ráadásul, úgyhogy most már ezek megvannak. És ez a Különc Varázsló sorozat, azt hiszem az a sorozatnak a címe, és akkor az első rész a Különc Varázsló, és a második rész a Bájos kis bűvész. Ez egy ilyen middle grade kalandregény, tök régóta kíváncsi vagyok rá, úgyhogy most végre el fogom tudni olvasni, fullosan illusztráltak is. Aranyosnak tűnik, szóval kíváncsi leszek, hogy milyen lesz konkrétabban olvasni. Ezek is tök jó állapotban vannak, szintén új könyvekként voltak meghirdetve, és nem tudom, 700 forint volt darabja. A maradék könyvek a csomagban az tesóm párjának a rendelése gyakorlatilag, aki isti, és vele volt egy közös videó a csatornán, egy karácsonyi adventes videóban, ők már láthattátok. És akkor neki lett két Twin Peaks-es könyv rendelve, ami a Twin Peaks titkos története Mark Frosttól, illetve Twin Peaks az utolsó dosszié szintén Mark Frosttól. Ez ugye gondolom a sorozathoz tartozik. Ilyen doksik vannak. Neki ez biztos érdekes, én nem néztem a Twin Peaks, úgyhogy én ebben annyira nem tudok beleszólni. Szóval ez a kettő plusz. Egy Neil Patrick Harris könyv még egy, ami, ez azt hiszem életrajz, ez az Így jártam az életemmel. Szerintem ez, igen, ez egy életrajzi könyv, kötet. Mi haszon lesz, sőt, celebben életrajz? Illetve ez szintén egy gyerekkönyv, a Szupererő kattintásra David Bedell-től. Ezt lehet kölcsön fogom tőle kérni. Egy ilyen sima middle grade, óriási betűkkel, óriási sor közzel, csak ilyen gaminges, és ő is ilyen gaminges, úgyhogy ja. Ez jónak tűnik, ez milyen manó, ja, manó könyvek.
Szóval ez az ő adagja. És volt ilyen opció, hogy kérünk-e ajándékkönyvet a csomagba. Mi meg úgy voltunk vele, hogy hát persze, hogy kérünk ajándékkönyvet, úgyhogy kaptunk 3 ajándékkönyvet. Én azt hittem, ez csak egy ajándékkönyv lesz, de 3 volt a csomagban, mert 8 könyvet rendeltünk, és több mint 8 könyv volt. Van itt egyszer, a postás mindig kétszer csengett James McKine-tól. Nem, James M. Kine-tól. Ilyen kis vékonyka. Thomas Mann-tól egy Királyi Fenség című ilyen. Viszonylag régi, ez egy 61-es kiadás. Még kiadó Európa. Illetve Makkai Sándortól a Sárga Vihar című kötet. Úgyhogy ez volt a kis családi garázdálkodásunk, de most már tényleg nem veszek több könyvet idén. Nem szabad. Sok lesz, bár még a puffinokat be akartam idén szerezni, mert még van egy pár könyv, amit úgy gondoltam, hogy idén megveszek, és akarok menni könyvfesztre is, de megpróbálok erős lenni. Szóval igen, szóval ez volt ez a kis antikváriumos bookhaulunk, mert ezt nem csomagoltam ki, mert már ki volt csomagolva, mert apa nem bírt magával, és elkezdte olvasni az Armpikkeit, mert nem voltam itthon, és nem tudtam felvenni még a videót. De ezután abszolút fogom nézegetni többet az antikváriumot, mert ez egy nagyon, nagyon jó deal volt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!